Kedves nézőink, következik az a ma már oly sokszor megígért reklám. Ígértük, hogy ma este lesz egy olyan reklám, amelyben ismert tévés személyiségek lesznek, tehát ne csodálkozzanak, ha valakire majd ráismernek. Akit én igazán szeretek, azzal csak is amfóra pohárral kocintok. Egészségedre, kis öreg. És az önökére is. De ne féltsenek, a pokoli dolgok fele sem igaz. Mert még itt is van, ami élvezet. Citromízű szódavíz. Hidegen ajánlom. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek ezt a széket a Bubiv gyártotta. Ezen még unokáink is járni fognak. Jusson eszükbe a napról a sugár! Percig sem állhat a háború. Ezek ránk lőnek. Csak nem fél. Én? Jó napot kívánok. Mire kerül ez nekünk? De mi azért vagyunk, hogy... Hogy kockázatot vállaljunk kedves ügyfeleinkért. Igen, tessék. Lehet, hogy ez is a tétisztől ilyen finom.
könyvet. Minden kézbe. Te édes, te megőrítesz, robottá tettél, nem tudom elképzelni. Nem szex, kex. Gyűri kex, a szexek kekse, a kekszek szexe. Az jutott eszembe, hogy amikor ide kerültem a televízióba, akkor rám parancsoltak, hogy reklámban soha és semmikor nem vehetek részt. Ez a mai nap, ez most kivétel volt. Így van, egyébként ennek a tilalomnak ennek több évtizedes múltja van. Világ minden televíziójában létező tilalom egyébként, és annak idején a televíziós közhumor egyik jeles képviselője, ezt kitalálta erre az igazi választ, tehát mikor a tiltás megszületett, azt mondja, gyerekek, ez nagyon igaz dolog, mert gondoljatok bele, hogy egy olyan politikai kommentátor, aki naponta ott ül a képernyőn, és különböle kommentárokat mond el, utána neki áll valamit reklámozni. Hát ki fogja neki azt elhinni? De oda pillantottam közben a kettes program képernyőjére, és pár perccel ezelőtt elkezdődött a Vidám Színpad műsora. Ebben a műsorban most ugyan Pálos Zsuzsát látjuk, de szerepel még Bodrogi Gyura, Böröndi Tamás, Busz Gyula, Horváth Gyula, Horváth Tivadar, Straub Dezső, Verebi Iván, Zana József, és még néhányan. És akkor nézzünk körül helyszíneinken, legalábbis közülük kettőn, először is a Marx téren Budapesten. Jelentkezünk a Marx térről. Itt látható a sajnos kicsit eső áztatta tér, itt vagyok látható, én smokingban életemben először. Itt egy későn fekvő kisgyerek, mikor jöttem ide a helyemre, mondta is rögtön, hogy de jó, bűvész is lesz. Hát bűvész ma nincs, de engedjék meg, hogy gyorsan, mielőtt a következő filmet felkonferálom, bemutassak önöknek egy kedves nézőostamos be, a Kezdjünk új életet poharat. Én rögtön megmutatom önöknek, hogy ez a pohár hogy működik. Itt van egy kis színes folyadék, az nem ott van, az itt egy kicsit lejjebb van. Íme, beleöntöm ebbe a pohárba, és a pohár új életet kezdett. Icipicit Lukas, garantáltan antialkoholista pohár. Így. No, ennyit egyelőre a pohárról, és most egy sokkal izgalmasabb téma, mi itt egész nap próbáltunk megszervezni egy esküvőt. Hát kérem, ez az esküvő, legalábbis a megszervezése valamilyen módon sikerült. Amit most fognak látni, azt órákkal ezelőtt rögzítették. Rögzítettük, tessék! Kedves fiatal pár, kedves süveges Mária, dr. Kis Zsolt. Ma önök bejelentették azt a szándékukat, hogy itt a Skála Metróban, televízió szilveszteri műsorában, ahol állunk rendelkezésükre, szeretnének házasságot kötni. Ezzel a szándékkal mi maximálisan egyet értettünk. Elkezdtük intézni a dolgot. Megszereztünk engedélyt, szereztünk anyakönyvezetőt, szereztünk nőgyógyászt, mert nőgyógyász nélkül a végzett mentőorvos dr. Kis Zsolt nem biztos, hogy tudta volna, hogy mi a teendője az elkövetkezendő boldog hetekben, hónapokban, években. Egy szóval sok-sok mindent megszereztünk, és akkor egyszer csak kiderült, hogy mivel dr. Kis Zsolt katona, nincs személyigazolványa, és ez meglehetős akadálya annak, hogy itt most hivatalosan házasságot kössenek. Tettünk egy utolsó kísérletet. Megpróbáltuk elérni a Gretna Greeni Kovácsot Skóciában, de már szilveszterezik, úgyhogy nem tudtuk elhozni ide a skálapóba. Ez az egyetlen olyan dolog ma, amiben hát kudarcot vallottunk, de ezért, hogyha megengedik, akkor én most itt abszolút nem hivatalosan, ha úgy tetszik, a televízió műsor nevében szeretném önöket házastársnak nyilvánítani. Természetesen abban az esetben, hogyha ezzel önök is egyetértenek. Kérdezem tehát, és elnézést, de ha jól emlékszem az esküvőmre, ez a protokoll sorrend. Ilyenkor dr. Kis Zsolt kívánja-e feleségül venni a jelenlevő Süveges Máriát? Igen. Süveges Mária kívánja-e férjül az itt jelenlevő dr. Kis Zsoltot?